Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hírmix, az Ultrahang hír műsora, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Mielőtt belekezdenék a mai hírek ismertetésébe, szeretném megkérni önöket, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, ha ezt még nem tették meg, a csengő gomb megnyomásával pedig értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Ma november 20-a hétfő van, és a mai összefoglalónkban lesz szó Orbán Viktor rendkívüli bejelentéséről. Az Izrael által bemutatott új bizonyítékokról, az orosz -ukrán háború legfrissebb fejleményeiről, és az Európai Bizottság Magyarországot elítélő legutóbbi nyilatkozatáról. Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése, erről számolt be az index.hu. A miniszterelnök szerint itt az ideje, hogy a kormány ismét kikérje az emberek véleményét. A kormányfő úgy véli, hogy a brüsszeli bürokraták újra meg akarják mondani, hogy hogyan éljenek a magyarok. Én is megkaptam a nemzeti konzultáció kérdő ívét, szuverenitásunk védelméről, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a következő hónapokban a postás minden családnak eljutatja a konzultációs íveket. Ideje volt, hogy kikérjük az emberek véleményét, mert a következő hónapokban egészen az uniós választásokig súlyos viták várnak ránk Brüsszelben, régi nóta, hogy a brüsszeli bürokraták újra meg akarják mondani, hogy hogyan éljünk, fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a brüsszeli bürokraták több pénzt és újabb fegyvereket akarnak adni Ukrajnának, és azt akarják, hogy ha náluk nincs, Magyarországon se legyen rezsicsökkentés, valamint engedjük be a migránsokat. Számolt be az Index. De mi magyarok vagyunk, és nem táncolunk úgy, ahogyan Brüsszelben fütyülnek, ezért azt kérem, hogy mondja el ön is véleményét, és töltse ki a nemzeti konzultációt, tette hozzá a miniszterelnök. Már postára is adták a 11 kérdést tartalmazó újabb nemzeti konzultációt, amely a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, támogatás, a kamat, stop, az extra profit adó, az ukrajnai és az izraeli háború Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága, a gyermekvédelmi törvény is, mind a 11 kérdés Brüsszel kezdődik. Erről az index számolt be. Bizonyítékokat mutatott be Izrael, tényleg katonai bázisnak használta a Hamász a gázai kórházat. Erről a portfólió.hu számolt be. Biztonsági kamerás felvételeket tett közzé Izrael a gázai Al-Shifa kórházról, melyeken jól látható az, ahogyan a Hamász katonai célokra használta ki az egészségügyi létesítményt. Az Ásífa Kórházat Izrael pár napja hosszas előkészítés után foglalta el, korábban többször is azt állította az izraeli hadsereg, hogy egy titkos Hamász főhadiszállás működik a létesítmény alatt. A főhadiszállást még nem tárták fel, de arról bizonyítékokat mutatott be az IDF, hogy a Hamász valóban katonai célokra használta a létesítményt, illetve van már felvétel a bunker bejáratáról is. Az egyik felvételen az látható, ahogy Izraeltől zsákmányolt katonai járművekkel gurul be a kórház területére a Hamász. A kórház területén tartózkodó palesztinok örömmel fogadják a zsákmányolt eszközöket. Egyikük egy amerikai Humvee, a másik egy Jeep. Arról is vannak felvételek, hogy Izraelből elrabolt túszokat visznek a Hamász tagjai a kórházba. Arról is van videó, hogy lőtt sebből vérző külföldi túszt visznek be a hamászosok. Ezt a megrázó mi volt a miatt nem közölte a portfólió, de a korábban Twitter névre hallgató X-en könnyen megkereshető. Erről a portfólió.hu számolt be. Oroszország sajnálná, ha a finnek lezárnák az összes határátkelőt. Oroszország mélységesen sajnálná, ha Finországa még nyitva maradt négy határátkelő hely bezárásáról döntene hétfőn, közölte a Kreml szóvivője. Ez nem válthat ki mást, mint mély sajnálkozást, mert Finországgal régóta nagyon jó, pragmatikus, kölcsönös, tiszteleten alapuló kapcsolataink vannak. Természetesen sajnáljuk, hogy ezeket a kapcsolatokat felváltotta egy kizárólagos orosz gyűlölő álláspont, amelyet a szomszédos ország vezetői elkezdtek követni. Sajnos ez a helyzet, mondta Dimitri Peszkov újságíróknak nyilatkozva. Az orosz elnöki szóvivő szerint Oroszország aligha tudja befolyásolni a helyzetet, mert szerinte nem Moszkva hibájából megszűnt a párbeszéd Helsinkivel közölte, hogy orosz részről nem fogadják el a finn félnek az orosz határőrséggel szembeni megfogalmazott vágyát, miszerint a migránsokat a határhoz engedi, de onnan nem ereszti vissza őket. Finország szombatra virradó éjjel a közös határon lévő nyolc átkelőpont közül négy délit lezárta, harmadik országok állampolgárai érkezésére reagálva. Afrikai országok állampolgárai páron és rolleren utaztak, megnövekedett számban az ellenőrző pontokhoz. Az RBK című gazdasági lap azt írta, hogy a finn hatóságok gyanúja szerint Moszkva így reagál a NATO-ba frissen belépett Finnország és az Egyesült Államok közeledésére. Oroszország az újkori történelem során sosem fenyegette Finnországot, sosem volt indok a közöttünk levő konfrontációra, fogalmazott Peszkov. Mari Rantanen finn belügyminiszter szerint a négy határállomás lezárására vonatkozó határozat 2024. február 18-áig érvényes. amíg működő ellenőrző pontok közül a Vartiusihoz finn részről vasárnap katonákat vezényeltek, hogy segítsenek a határőröknek egy ideiglenes sorompó felállításában. Kiderült, miért látogat Ukrajnába az amerikai védelmi miniszter. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter november 20-i Kijevi látogatásán tárgyalni kíván az ukrán csapatok téli és jövőbeni ellátásáról az orosz fenyegetésekkel szemben, számolt be a Pentagon sajtószolgálata. Megjegyezendő, hogy Osztin tárgyalásokat folytat majd az ukrán vezetéssel, megerősíti az Egyesült Államok folyamatos elkötelezettségét, és biztosítja Ukrajnának az orosz agresszió elleni védekezéshez szükséges biztonsági segítséget. Továbbá megvitatja az ukrán katonai erők jövőbeni fejlesztésének stratégiai irányát is. Az Egyesült Államok és Ukrajna közötti stratégiai partnerség további erősítésére fognak összpontosítani a tárgyalások, beleértve az ukrán fegyveres erők számára a szükséges harci képességek biztosítását mind a téli időszakra, mint pedig az ország jövőbeli orosz fenyegetésekkel szembeni védelmére, tudta meg az unnyán. Az orosz kormány tovább korlátozza az állampolgárok internet hozzáférését. Az Institute for the Study of War, azaz az ISV szerint nemrég aláírt rendelet korlátozza tovább az állampolgárok internethez való hozzáférését, ezzel is megerősítve a kormány ellenőrzését az orosz információs tér felett. Mihail Misusztin miniszterelnök jóvá hagyta az intézkedést, amely lehetővé teszi az orosz szövetségi kommunikációs információ technológiai és tömegmédia felügyeleti szolgálat számára, hogy blokkolja azokat a webhelyeket, amelyek információkat tesznek közzé a többi blokkolt webhely eléréséről, számolt be a Sky News. Ez azt követően történt, hogy az orosz parlament alsóháza október 17-én elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely korlátozhatja, hogy mely weboldalak tartalmaznak információkat a választási kampányokról. Az ISV szerint mindkét rendelet valószínűleg egy módja annak, hogy az orosz kormány irányítsa az információs teret a jövő évi választások előtt. Az oroszok három ukrán támadást vertek vissza Kupjanszk irányába. Az orosz egységek visszaverték az ukrán fegyveres erők három Kupjansk irányú támadását, mintegy 30 ellenséges katonát semmisítettek meg, jelentette a Honvédelmi Minisztérium. A nyugati haderő csoport egységeinek aktív akciói a légi közlekedés, tüzérségi és nehéz lángszóró rendszerek támogatásával visszaverték az AFU 30. gépiesített dandár roham csoportjainak három támadását a térségben, áll a jelentésben, amelyet a RIA szemlézett. Ezen kívül sikerült eltalálni az Ukrán 14.-41.-gépesített és 57.-gépesített gyalogdandárát és felszerelését a Harkovi régióban. Ezekről az index percről percre tudósítása számolt be. Matolcsi szerint az ország még nem áll készen az euró bevezetésére. A Magyar Nemzeti Bank ugyan elkötelezett az euró sikeres és biztonságos magyarországi bevezető mellett de Matolcsi György szerint az ország egyelőre még nem áll készen erre. A jegybank elnöke Balassa Péter a Jobbik országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére válaszolt hétfő. Matolcsi szerint a közös valuta bevezetése maximum középtávon megvalósítható. Balassa még november 3-án tett fel írásbeli kérdést a jegybank elnöknek, mikor vezetik be hazánkban az eurót címmel. Egészen pontosan Ezekre a kérdésekre szeretett volna választ kapni. Milyen feltételek szükségesek az euró bevezetéséhez, amelyeket Magyarország nem tud teljesíteni? Mit tesz a kormánya a konvergencia kritériumok teljesítése érdekében? Mikor tervezi hazánk, hogy csatlakozzon az euró övezethez? Elképzelhető-e, hogy az EU-hoz szintúgy később csatlakozó Romániában előbb vezetik be az eurót, mint nálunk? Matolcsi hétfőn erre adott egy két és fél oldal hosszú, de kevés konkrétumot tartalmazó választ. A jegybank elnök szerint az MNB nemzet stratégiai célja a magyar gazdaság fejlettségének emelése és az EU átlagos fejlettségi szintjének fokozatos elérése. Matolcsi azt is az MNB fő céljaként írta le, hogy felkészülten és versenyképesen csatlakozzon a magyar gazdaság az euróövezethez. A jegybank elnök határozottan kijelentette, Magyarország jelenleg még nem áll az euró érettség megfelelő szintjén, megegyezte viszont azt is, hogy megfelelő gazdaságpolitikával középtávon elérhető az euró biztonságos és sikeres bevezetéséhez szükséges fejlettségi szint. Ez a fejlettségi szint egyébként az EU átlagos fejlettségi szintjének 90%-át jelenti. Erről a Telex számolt be. Az Európai Bizottság szerint valótlan állítások vannak a nemzeti konzultációban. A nemzeti hatóságok ügye, mondta a magyar kormány legújabb nemzeti konzultációjáról az Európai Bizottság vezető szóvévője. Erik Mamer a Euronews érdeklődésére minden magyart arra biztatott, hogy használja az Európai Bizottság forrásait, ha az uniós politikáról szeretne információkat. A lap brüsszeli tudósítója az olyan kérdéseknél volt kíváncsi az uniós testület véleményére, mint például, amely szerint Brüsszel migráns gettókat akar, vagy az EU a Hamásznak adott pénzt. Nem fognak mindent kommentálni, ami a konzultációban van, de ahogyan én, úgy ön is tudja, hogy ezek az állítások teljesen valótlanok, válaszolta az Európai Bizottság napi sajtótájékoztatóján Erik Mamer. Biztosak benne, hogy a magyar közvélemény a kiváló sajtóanyagoknak és a tagállami képviseleteknek köszönhetően jól informálódhat az uniós politikáról és arról, hogy mit csinál az EU. A Szabad Európa tudósítója emlékeztette a szóvivőt: Az előző bizottsági elnök Jean-Claude Juncker idején volt rá példa, hogy a testület részletesen reagált egy nemzeti konzultációra. A politikusról, mostani utódjához, Ursula von der Leyenhez hasonlóan plakátokat raktak ki Magyarországon, akkor Soros György, most fia Alex társaságában. Bízunk a magyar közvélemény intelligenciájában, mondta válaszában Erik Mamer. A plakátokról annyit mondott, megmutattam a képeket az elnöknek, és a szemeserebbent, egyáltalán nem zavarták a poszterek. Tudjuk, hogy nem ez az első eset, valószínűleg nem is az utolsó, de nekünk sok dolgunk van. Válságokat kell kezelnünk, mondta. Magyarország az EU része, ott ül az asztalnál, az állam és kormányfőkből álló Európai Tanácsban, a miniszterek tanácsában, az Európai Parlamentben, tette hozzá. Erik Mamer nem tud róla, hogy bármilyen szakmai kapcsolat állna fenn Alex Soros és Ursula von der Leyen között. Egy antiszemitizmust firtató kérdésre általánosságban hozzátette, hogy azt nem tolerálják az EU-ban. Hiába kérdezett rá a népszava, hogy a szóvivő szerint a kampánynak is van-e ilyen fennhangja, Erik Mamer nem adott erre választ. Erről a Telex számolt be. Kirúgták az ukrán hírközlési hivatal teljes vezetését. Az elnök mellett a helyettesét, a külföldi hírszerzés vezetőjét és a különleges műveleti erők parancsnokát is kirúgták. Az ukrán kormány felmentette a különleges hírközlési és információvédelmi szolgálat vezetését, jelentette be hétfőn Taras Melincsuk, az ukrán kormány állandó parlamenti képviselője. A szolgálat élére ideiglenes jelleggel Dimitro Makovsky került. Az ukrán tömeg tájékoztatási eszközök szerint ő korábban az ügynökség vezetőjének első helyettese volt. Nem ez az első átrendeződés az ukrán biztonsági és különleges szervek vezetésében az utóbbi időben pénteken vált ismerté, hogy menesztették Alexander Tarasovskit, az ukrán külföldi hírszerző szolgálat vezetőjének helyettesét. November 3-án Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Viktor Horenko a különleges műveleti erők parancsnokának helyére Szerhi Lupancsukot nevezte ki. Vasárnap Zelenszky bejelentette, hogy menesztette az ukrán hadsereg egészségügyi erőinek parancsnokát. Tetyana Ostancsenko helyére Antaloi Kazmircsukot nevezte ki, aki korábban a Kievi Nemzeti Katonai Orvosi Klinikai Központot vezette. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. A mikrofonnál Longauer Andrást hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak!